A mai elmélkedésünk során a nyárról szeretnék néhány szót szólni, a nyár áldásairól, veszélyeiről, és azokról a tanácsokról, amelyeket ezzel kapcsolatosan a Szentírás ad nekünk. Úgy gondolom, hogy mindnyájan találkozunk napról napra azokkal a veszedelmekkel, nyugodtan mondhatom így, amelyek a nyárhoz kötődnek leginkább. Én ma, amikor a stúdióba indultam, imádkozva, kicsit azt is kérve, hogy semmi bajom ne történjék, ennek ellenére az egyik autó úgy belém csúszott. Ez nem egy nagy katasztrófa, festéssel meg lehet oldani, de sokkal nagyobb baj is történhet. Nyáron, amikor iskola szünet van, a gyerekeink, a fiatalok különösen ki vannak téve a nyár veszélyeinek. Ilyenkor szoktak megpróbálni olyasmit, ami igazában nem feltétlenül szerencsés. Dohányzásra gondolok, alkoholra gondolok, szerelem nélküli szexre gondolok, kábítószerre és egyebekre. A veszélyek leselkednek ránk korosztálytól függetlenül, akár a strandolás, akár egyebek. A Szentírás nem egy olyan könyv, amely elvontan foglalkozik filozófiai kérdésekkel, hanem különösen is az apostoli levelek abszolút konkrét tanácsokat adnak nekünk. A ma reggeli ígénk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írt első levelében található. El is olvasom ezt a két verset, a 21. és a 22. vers. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Ez a mondat, hogy mindent megpróbáljatok, nem arra vonatkozik, ahogy egyébként sokszor keresztjének is szokták magyarázni, hogy mindent, ami lehetséges, hanem arra, hogy mindent, ami jónak látszik, ami rossznak látszik, mondja az apostol, attól eleve őrizkedjetek. Mi az, ami valószínűleg rossz eredményt hoz? Ha rossznak látszik, majdnem biztosan ilyesmi. És ami jónak látszik, az se biztos, hogy jó végre jut. Különös, hogy az apostol hozzáteszi ehhez az igéhez a 23. versben azt a receptet, amely segíthet nekünk abban, hogy a nyári kísértéseket legyőzzük, segíthet nekünk abban, hogy a veszélyeket elkerüljük. Maga pedig a békességnek Istene. Szentelje meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ez a Bibliának az egyetlen olyan verse, ahol a pneuma, a psziché és a szóma együtt fordul elő, tehát az a három görög kifejezés, amelyik az embert úgy egészében jelentik. Van egy negyedik kifejezés is, ami a testet jelöli, ami itt ebben az összefüggésben nem kerül elő. Azt szeretné tehát Isten, ha szellemileg, lelkileg és testileg megmaradnánk tisztán. Ez nem egy könnyű feladat. Amikor a mai világban a kísértéseknek és igazában a különféle jelentkező problémáknak a tömege vesz bennünket körül, alkalmasint kommunikációs segítséggel, nos akkor Istenre figyelni, az ígére figyelni egyáltalán nem fölösleges. Egyébként ugyanez a Pál apostol. A következő levél második részében ezt mondja, ne tántorítassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg lélek által, beszéd által, se esetleg nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Van egy olyan veszély, ami a keresztényeket fenyegeti, hogy tudnélik arra gondolnak, hogy a Krisztus nagyon közel van, ezért aztán nem is érdemes semmivel se törődni. Ez nem így van. Nagyon figyelnünk kell arra, hogy a különféle tévtanításoktól távol tartsuk magunkat, és figyeljünk arra, hogy Istennek az a célja, hogy bennünket testileg, lelkileg és szellemileg megőrizzen. Ehhez kívánok én sok sikert, Isten áldását és mindenkinek jó nyaralást.